Munkától hangos a József András Oktató Kórház pulmonológiai osztályának Sóstói út épülete. Javában dolgoznak a szakemberek, a felújítással javul a betegbiztonság és a páciensek komfortérzete. A munkálatok már rendkívül időszerűek voltak, mondta el Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház főigazgatója. Az épület ez 60-ban épült, 1960-as évek elején, és egy gyakorlatilag jelentősebb felújítás nem volt. Ugye itt a pulmonológiai osztályunk dolgozik, egy nagyon, nagyon komoly szakmai stáb és nagyon komoly szakmai munkát végeznek, hisz egy szerteágazó a pulmonológia, az egy szerteágazó tudomány, és nagyon sok olyan része van, amit hát itt a megyében egyedüliként itt történik a gyógyítás. Nagyon mostoha körülmények voltak, itt mondom, ugye egy 60-as évekbe épült épület, rendkívül módon leamortizálódott. Leamortizálódtak a vizes blokkok, olyan állapotba kerültek, hogy a plafon például ugye leszagadt egy részen, de hát azt úgy kellett nekünk utólagosan valamit helyrehozni, hogy majd aztán a végleges felújításnál tudjuk ezt megoldani. Na most ez sikerült most elérnünk. A beruházást az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közel 100 millió forintos Viszmajor támogatása segítségével tudják megvalósítani. A fennmaradó mintegy 50 milliót az intézmény saját forrásból finanszírozza. Ebből újultak meg a szociális blokkok, a betegek így már modern mosdókat vehetnek igénybe. A mozgáskorlátozottak külön számukra készült WC-ket használhatnak. Jelenleg az első ütemen vagyunk túl, tehát az azt jelenti, hogy az osztály földszintjén és az első emeletén, a középső straktusban, ott új vizes blokkok kerültek kialakításra, és ezeket február 1-től az osztály használatába is állítottuk, és ezzel egy időben átadtuk a munkaterületet az osztály felét, tulajdonképpen a kivitelező részére. Ez az északi oldalát jelenti a földszintnek is és az első emeletnek is, ahol elkezdődtek a felújítási munkálatok, ez lesz a második ütem. Ott is található szintenként vizes blokk, ami meglévő, tehát ott nem bővítésről van szó, viszont teljesen megújul. Épületgépészetileg, burkolatilag és a szaniterek is kicserélésre kerülnek. A munkák során kiderült, hogy a régi nővérhívó rendszer nem bővíthető és működése is bizonytalan. Itt szükségessé vált teljes körű cseréje, amelyre szintén sor került saját keretből. A fejlesztés ezzel pedig nem ért véget. Egy másik Viszmajor támogatásnak köszönhetően kicserélik a homlokzati nyílászárókat az épület mindkét szintjén. A munkálatok várhatóan tavasz végére fejeződnek be, addig is megoldott az érintett betegek mozgatása, ideiglenes átköltöztetése.